Magyarország szerte egyre több helyen várják azokat a vérplazma donorokat, akik már átestek a koronavírus fertőzésen. Jelenleg ugyanis ez az egyetlen ismert módja a betegség kezelésének. A budapesti Semmelweis Egyetem udvarán az eső ellenére is több tucatnyian gyűltek össze az előszűrésen, főként külföldi diákok. A német Nikolász három hétig volt karanténban, ez alatt négy pozitív tesztet produkált. Látva a rektor helyettes felhívását, azonnal tudta, hogy segíteni szeretne. Én egy belvárosi szórakozóhelyen fertőzöttem meg, mesélte. Az előszűrés során elsőre csak egy ampulányi vért vesznek le, hogy kielemezzék. Egyetlen szúrás, ennyi éppen elég ahhoz, hogy kiderüljön, hogy valakinek a szervezetében megfelelő mennyiségű antitest termelődötte ahhoz, hogy a plazmáját utána gyógyításra használják. Ha valaki alkalmasnak bizonyul, újra behívják, immáron azért, hogy levegyék a szalma vérplazmát. Itt látható, hogy a vörösvértes nagyon szépen elválik a vérszérumtól. A hiedelemmel ellentétben bárki adhat plazmát, attól függetlenül, hogy mennyire voltak súlyosak a tünetei, mondta dr. Fodor Eszter, a klinikai kutatás koordinátora. Hogyha 18 és 60 éves kor között van, és nincsen semmilyen társbetegsége, illetve olyan, amire gyógyszert szed, utána őt behívjuk, hogy adjon egyből vérplazmát. Azoknak a koronavírusos betegeknek, akiknek időben befecskendezték az antitestekben gazdag anyagot, egy nap alatt felére csökkentek a tüneteik. Egyelőre viszont nagyon kevés a donor és így a kezelés sem jut el mindenkihez, pedig egyetlen plazmaadással két életet menthetünk meg. Azok a betegek, akik akik súlyosabb állapotban kerülnek COVID a, a kórházba azoknak ez egy lehetőség. Az eljárás pedig olyannyira sikeres, hogy Lengyelországban a megfertőződött sziléziai bányászok véréből már előállították az első plazma alapú gyógyszert is, amelyet jövő év elején dobhatnak piacra.